A mi feladatunk az, hogy ebben a világban valamit elvégezzünk, valamit jobbá tegyünk, és ennek az érdekében elsősorban a gondolatainkat használjuk, hiszen minden cselekedetünket megelőzi egy tudatos, vagy egy tudat alattiban futó gondolat, hogy meg kellene nézni, hogy ez a gondolkodás és a gondolkodás mód hova vezetett eddig, és hova vezethet ezután és Ennek fényében azután lehet majd e, talán jobb utat választani. A gondolatnak nyoma sincs ebben az elektromágneses spektrumban, holott tudjuk, hogy nagy energia. Kísérletek alapján hol lehet keresni a gondolatnak a hullámhosszát, frekvenciáját? Amit eddig mérni tudtak, kozmikus sugárzást, a legmagasabb szinteket, nincs rá se elméleti modell, se tapasztalat, se semmi, hogy mi az, ami kibocsájthat olyan magas szintű sugárzást. Nincsenek olyan asztrofizikai objektumok, amelyek azt ki, ismert asztrofizikai objektumok, amelyek azt ki tudják bocsájtani, és a sugárzás mégis ott van. Az a hatalmas rezgésszám, hatalmas energia mégis ott van. Van-e följebb? Hát eddig tudtunk mérni. Mivel mérünk? Anyagi műszerekkel mérünk. Hogy mérünk anyagi műszerekkel? Összehasonlítjuk azt, ami az anyagi műszeren kívül van, azzal, ami az anyagi műszeren belül van. Igaz? Tehát ez már eleve az anyagi műszer egy korlát a mérés számára folyamatosan finomítják a műszereket, és a hatás alapján találnak magasabb és még magasabb energiaszinteket, de vajon az a felső határ? Egészen biztosan nem. Hol kell keresni a gondolatot, ha itt nincs? Még magasabb frekvencián, magasabb rezgésszámon, nagyobb energia szinten, hiszen hatalmas energia. Hát gondoljunk csak arra, hogy a gondolataink segítségével, mondjuk úgy, hogy az ipari forradalom utolsó száz éve alatt hogy átalakítottuk az egész bolygónak a felszínét az oda energia kell. Ez nem akármi. Na de ha nincs a spektrumban, és nincs azon a részen, ami spektrum fölött van, és amit mérni tudunk, ha nyilvánvaló fölötte van, akkor borul az egész darwini elmélet, mert a darwini elmélet szerint anyagból jöttünk létre. Volt egy nagy ősleves, abban benne volt minden ősanyag, és jöttek az ősvillámok, és addig csapkodtak bele, amíg összeállt az első élő egysejtű. Ez az elmélet. Ha ez igaz, és ebből ki tudott fejlődni a homo sapiens, akkor a gondolatnak ott kell lenni a spektrumon belül. Nincs ott. Nincs ott. Ha nincs ott, akkor el kell gondolkodnunk, hogy esetleg az ember nem ilyen úton jött létre, és esetleg az ember sokkal több, mint a fizikai teste. Ugyanis ebben az esetben a gondolatainkat az agy nem tudja létrehozni fizikai törvénybe ütköző dolog. Nem, nem képes az agy gondolatokat létrehozni, olyan gondolatokat, amelyek áthatolnak ólomkamrák falán, amelyek megtesznek 250 ezer kilométert az űrben, áthatolnak űrhajón, földön, mindenen. Na de, hogyha a gondolatokat nem az agy hozza létre, akkor az emberi agy halála nem fogja ezeket megszüntetni. És tovább mennék: hogyha a gondolatokat nem az agy hozza létre, akkor ezeknek létezniük kell a születés előtt is. Másképp nem működik. Hát az agy ezt nem tudja létrehozni. Akkor fordítva működhet a dolog, egy magasabb energiaszint, egy magasabb rezgésszámú energia létre tudja hozni az alacsonyabbat, de az alacsony nem tudja létrehozni a magasabbat. Ugyanúgy, hogyha megnézzük például egy hegedű esetében, ugye anyagból van. A hegedű ki tud bocsájtani hangot? Nyilván kell hozzá azért egy, egy zenész. A hegedű anyagból van, ugye annak a frekvenciái benne vannak az elektromágneses spektrumban. Amit kibocsájt, azok hanghullámok, azok alacsony rezgésszámú hullámok. A hegedű ki tudja bocsájtani a hanghullámot? A hanghullám soha nem fog hegedűt készíteni. Tehát fordítva nem működik. Az alacsonyabb nem tud magasabbat. A magasabb tud alacsonyabb rezgésszámot. Tehát az ember mindenképpen léte rendelkezik egy energiatesttel, törvényszerű, kötelező módon minden embernek rendelkeznie kell egy energiatesttel, ami a fizikai testét létrehozza és irányítja. Ezt szokták nagyon sokszor aurának nevezni, és ez az, ami, a, összhangban van a kísérleti eredményekkel, a fizika törvényeivel, az ősi tanításokkal, és nem utolsó sorban a saját élményeinkkel. Úgyhogy az ember nagyjából így néz ki. Egy energiarendszer, ami egy irányító rendszer, és egy fizikai test, amelyik egy irányított rendszer. És a gondolatok nem a fizikai testből származnak, hanem az energiatestből, az energiarendszerből, az irányító rendszerből. Innentől kezdve már is elgondolkozhatunk azon is, hogy mi a helyzet a betegség egészség területén, hiszen hogyha az irányító rendszer jól irányít, akkor az irányított rendszer jól viseli magát. Ha az irányító rendszerbe valamilyen zavar keletkezik, gondolatok szintjén, érzelmek szintjén, akkor az kifoghatni az irányított rendszerre, és az irányított rendszer a fizikai test is elkezd rosszul működni. Tehát minden betegségnek, kivétel nélkül minden betegségnek az okát végül is a gondolkodás módban és az érzelmi hozzáállásban kell keresni, az igazi okát. A többi az a következmény. Aztán saját élményeink is erről győznek meg bennünket, főleg azoknak, akiknek volt halálközeli élményük, de fekszik a páciens az asztalon, ez a klasszikus eset. Gépek rákapcsolva mérik minden életműködését, és kiderül, hogy nincs légzés, nincs szívműködés és nincs agyműködés. Tehát az illető klinikai szempontból nézve halott. És akkor jönnek ezzel a defibrillátorral, ezzel a hullahopp géppel. Beindítják megint az életműködést. És akkor magához tér a beteg, és azt mondja, hogy doktor úr, aztán én végignéztem, amit maguk itt csináltak a testemmel. ez én kívülről néztem, köszönöm szépen, jól voltam. Az addig, amíg nem jöttek a géppen, mert az fájdalmas volt, amikor vissza kellett térni. Azt mondja, de azelőtt, tudja, azt mondja, én kilebegtem itt az ajtón keresztül, nem tudom, hogy hogy sikerült, de csak úgy átlebegtem rajta, mint a rádióhullám a falon különben. Ugye frekvencia kérdése minden, hogy mi mit csodán megy át. E, azt mondja, és aztán úgy felemelkedtem az épületnek a nyolcadik emeletéig, és tudja, a doktor úr ott az egyik ablakon kívül, kívül ott a párkány alatt ott van egy ilyen fél adidas sportcipő. Ez mondja, na ne, ezt hát, ilyet nem, hát maga itt feküdt, azt mondja, klinikailag holtan. Azt mondja, az lehet a testem itt volt, azt de én azt láttam. Végig kutatták a kórházat, megtalálták. Ott volt a sportcipő. Tehát az ember energiatestben láthal, gondolkodik, emlékszik, információt gyűjt, azt feldolgozza, és amikor lehetősége van rá, akkor a fizikai testen keresztül ezt át tudja adni olyan frekvencián, amit a többiek is hallanak és érzékelnek. Ugye? Aztán van ennek még érdekesebb változat vagy vetülete is, csak menjünk egy kicsit tovább. Hogyha megnézzük a, a fizika oldaláról nagyon röviden a dolgoknak a lényegét, hát minden elektron, minden proton, minden neutron egyfolytában rezeg. Ezt tudjuk. Azt is tudjuk, hogy nem lehet megállítani. Tehát még mínusz 273 fokon sem szűnik meg a mozgás és a rezgés. Ezek a, ez a rezgés az elektronok, protonok, neutronok esetében a fizikusok szerint álló hullám. Na már most, minden hullámnak van hullámforrása. Tehát, hogyha nincs forrás, akkor nem jön létre hullám. Tehát, ha nem dobom be a kavicsot a tóba, akkor nem indul el a hullám. Tehát valami hullámforrás kell. Kérdés az ugye, hogy hol van az elektronnak, protonnak, neutronnak az összes elemi részecskének a hullámforrása, forrása. Tehát, hogyha ezek hullámzó mozgást végeznek, magyarán mi az, ami mozgatja? Hol van az az erő, ami ezt mozgatja? Az anyagi világban nincs. Spektrumon belül nincs, azt már régen megtaláltuk volna. Hol lehet keresni? Megint csak magasabb energia szinten. Tehát egy magasabb tud rezgésbe hozni egy alacsonyabb szintet, fordítva nem működik. De ez azt jelenti, hogy minden egyes anyagi részecskének az egész anyagi univerzumban kell legyen a háta mögött egy mozgató erő, ami pont azt az elektron pont úgy mozgatja. Tehát egy megfelelője. És akkor azt jelenti, hogy úgy is el lehet képzelni az univerzumot, mintha energiaszintekből állna, mint a zenében az oktávok. Ez a földi világ, amit ismerünk, amire be vagyunk hangolódva az érzékszerveinkkel, ez egy oktáv. Kicsi kutya tarka, lejátszom, rendben van feljebb megyek egy oktával, megismétlődik az egész anyagi univerzum. Ez a zenében is így van, különben csak érzékszerveknek az érzékenységétől függ, hogy mit hallunk, mit nem. Tehát, hogyha zenében elkezdek menni magasabb hangok fele, és mind magasabb hangon játszom le a kicsi kutya tarkát, egyszer csak eljutok az ultrahangoknak a tartományába, igaz? És akkor azt mondjuk, hogy nincs hang, nem halljuk. Nincsen semmi rezgés. És azt csak felkapja a fejét a denevér, hogy hoppá, Kicsi kutyatarka? Ki játszik ezen a... Ugye? Tehát az ő érzékszervéhez képest az hang, ami a miénkhez képest nem hang. Vagy nem hallható hang. Na, az egész univerzum, az egész anyagi univerzum úgy néz ki, hogy törvényszerűen megismétlődik egy oktávval feljebb, hiszen minden elektron hátterében, minden proton, neutron hátterében ott van egy mozgató erő. Ott kell lennie. Mert ha nem, a minimum az volna, hogy meg lehet állítani az elektront. Gondolkozzunk csak egy picit. Nekünk azt mondják, hogy energiaválság van. Igaz? Miközben miben élünk egy energiavilágban? Tehát ami az egész univerzum már maga energia, és az hátterében még hatalmasabb energia, ami ezt az egészet mozgásban tartja. A kérdés az, hogy vajon ez az úgynevezett sokat keresett és sokat vitatott szabad energia nem csak egy transformátor kérdése? Hát minden elektron le tudja transformálni korlátlan mennyiségben a tér bármelyik pontján a rendelkezésünkre áll. És ilyen energia már van. Itt Magyarországon. De a probléma nem az. Kicsit nagyobb az aggodalom, mint az öröm miatta. A probléma ugyanis az, hogy először az olajat és a gázt el kell adni, ugye? Hát senki nem fogja elképzelni, hogy Putyin azt mondja, ó, oh, van szabad energia, nem szennyezünk a levegőt, akkor elzárjuk az olajcsapukat, és milyen jó lesz. Ugye? Hát az olajat el kell adni. Akkor is, hogyha a klíma a fejünkre borul, már pedig borul. A határt azt fogja megszabni, amikor nagyobb lesz a klímaváltozás okozta kár, mint az olajból szerzett haszon. Kérdés az is, hogy, hogy hány ilyen szféra van, hány ilyen oktáv van az anyagi világnak a hátterében. Hát erre ma még a fizika nem tud válaszolni, erre jók azok a beavatottak és fejlett érzékenységgel, tudással, bölcsességgel rendelkező mesterek akik nagyon gyakran itt voltak a múltban, és most is nagyon sokszor itt vannak közöttünk, és azt mondják, hogy kérem szépen, 12 ilyen egymást átítató szféra létezik, úgy járja át egyik a másikat, mint a víz a szivacslabdát. Nem külön térben, vagy nem valahol magasan kell keresni, még a központi forrást, az Isten sem, hanem itt a saját szívünkben, mert itt van minden, egyik a másikat átjárja, és élteti, és mozgatja. És valóban van egy központi forrás, amit mi fényként vagy szeretetként tudunk érzékelni. Tehát mi ezzel a központi forrással, ami az egész univerzumot mozgatja, a szívünkben lévő fény magon keresztül, a szeretet érzésén keresztül tudunk kapcsolatot teremteni. Tehát az univerzumnak a motorja bármilyen furcsának is tűnik, az a szeretet. A szeretetnek a hiánya vezet mindenféle szenvedéshez. Tehát nem azt jelenti, hogy létezik a sötétség, hanem azt jelenti, hogy kevés ott a fény. A sötétséget nem lehet tanulmányozni, a fényt igen. Annak vannak frekvenciái, hullámhosszai. Ugye? A sötétség az csak a fénynek a hiánya. A szenvedés, a félelem, a, a mindenféle nehézség az csak a szeretetnek a hiánya. Ahol szeretet van, ott ezek nyom nélkül eltűnnek és ugye azt mondják, hogy mi itt a legalsó kockának az alsó felébe vagyunk az egész anyagi világgal, tökéletesen megfelel a fizikusok állításainak, akik azt mondják, hogy az univerzum energiájának és anyagának számítások szerint csak az 5 át látjuk. A többiről fogalmuk sincs, hogy hol van. Beszélnek sötét anyagról, meg mindenféléről. Pedig csak frekvenciában kellene egy kicsit magasabbra menni, kitágítani azt a frekvenciasávot, amivel eddig dolgoztunk hiszen hullámokról van szó, és minden hullámnak forrása van, tehát ott kell lennie valahol a háttérben, és ott is van. A másik érdekesség a dolognak, hogy be tudunk hangolódni egy magasabb szintre az energia testünkön keresztül, tulajdonképpen bármelyik szintre be tudunk hangolódni az energia testünkön keresztül, és meg tudjuk tapasztalni, hogy ott mi van. Na mi van egy magasabb szinten? Tehát, hogyha visszamegyünk egyet, mi van egy magasabb szinten? az energia testemhez képest bizonyos dolgokat megint csak hullámnak, más dolgokat anyagnak fogok érzékelni. Itt is az van. Bizonyos dolgokat hullámnak érzékelek, bizonyos dolgokat anyagnak. Nobel-díjat adtak érte a kizárási elvér Wolfgang Paulinak, hogy két ugyanolyan elektron, tehát két ugyanolyan hullámforma egy atomon belül nem fér meg. Tehát ha már egy olyan van, még egy olyat nem lehet belepréselni, mert anyagnak érzékeli egyik a másikat. Másfajtát bele lehet. Rádióhullámot rádióhullámmal meg lehet állítani, mintha anyag lenne, úgy találkoznak és ütköznek egymásba. Tehát mindig csak frekvencia kérdése, hogy mit érzékelek anyagnak, mit érzékelek hullámnak. Mi van akkor, hogyha az energiatestemhez képest egy magasabb oktávra behangolódom, milyennek fogom érzékelni ott a világot? Egy részét anyaginak, a saját testemet anyaginak, egy részét hullámnak. Mert ez a legérdekesebb része a dolognak hogy amikor az ember elhagyja a fizikai testét, és erről mindenki meggyőződhet, ha más nem álmában, tehát nem kell érte halál közel érni, vagy meghalni, Álmában mindenki meggyőződhet róla, hát hogyha az agy nem hoz létre gondolatokat, akkor álmokat sem hoz létre. És álmunkban mit tapasztalunk? Fizikai testben mozgunk? Igen. Fizikai világban mozgunk? Igen. Emberekkel, tárgyakkal kapcsolatba kerülünk? Igen. Beszélgetünk? És a többi? Persze. Mert az aurához képest az a szféra, amire behangolódunk, megint csak anyagiként fog viselkedni. Ezért nagyon érdekes, hogy, hogy nagyon sokan meghalnak, behangolódnak egy magasabb szférára, és észre se veszik, hogy meghaltak. Mert hát anyagi testben vannak. Anyagi világ veszi őket körül. Csak magasabb frekvencián van az egész. Úgyhogy meghalni úgy, hogy lehúzzák a rollót, leoltják a villant, és minden megszűnik, ki kell áprándítanom mindenkit, aki esetleg öngyilkosság gondolatával valaha is foglalkozott. Nem lehet. Nem lehet meghalni. Az élete nem fordul át az ellentétében. Nem lehet meghalni. Ez ki van csukva? Az élet az él, és kész. Az, az hogy halál olyan nincs. Az, hogy mit látunk belőle, az megint más kérdés, de az is, az is attól függ, hogy ki mennyire érzékeny. Hiszen megvannak a belső érzékszerveink. Álmunkban nagyon jól használjuk őket, álmunkban használjuk a belső látást, belső hallást, belső tapintást. Ha ezt megtanuljuk használni nappali tudatállapotban is, akkor ezzel a belső látással láthatjuk azt, hogy nem csak mi vagyunk itt jelen a szobában, hanem van itt jelen még néhány érdeklődő, aki nem fizikai testben van itt. Hogy a fizikai test elhagyása után, a fizikai test halála után ki hova hangolódik be, és milyen helyre, milyen szintre kerül, az elsősorban attól függ, hogy kiben milyen erős a fény vagy a szeretet a szívében. Ez fogja meghatározni. A közvetlenül földi világ fölött lévő kocka, az a második asztrális szféra, az megfelel a pokolnak. Annyi különbséggel, hogy sokkal, de sokkal borzalmasabb, mint ahogy azt le lehet írni, és mint ahogy megpróbálták. Tehát ugye mindenféle olyan dolgok voltak, hogy szurokba főzik, meg, meg lángokba sütögetik az embereket, sokkal kellemetlenebb és kényelmetlenebb ez az állapot, mert nem fizikai szenvedés, elsősorban belső lelki szenvedés az elkövetett gazemberségeknek a nyomán. Jó hír az, hogy aminek eleje van, annak vége is van, tehát hogyha valaki oda be is kerül, ez nem tart örökké. Ez egy átmeneti állapot. A rossz hír az, hogy érvényesül Einsteinnak a relativitás elmélete, miszerint, hogyha hogy ha kedveseddel töltesz két órát, akkor két percnek tűnik, de ha csóré fenékkel rájutatnak egy izzó vastlapra két percre, az két órának fog tűnni. Na ebben az a rossz hír, hogy amilyen rettenetesen kellemetlen, bár nem tart örökké, de tényleg nagyon hosszúnak tűnik. Ugye? Nyilván jó elkerülni, és azért is, azért is érdemes egy kicsit komolyan venni a lelkifejlődést. Mert nem mindegy, hogy az ember a fizikai teste után milyen állapotban tölt el egy akár örökké valóságnak tűnő időt. Persze azután ez is feloldódik, és tovább lehet lépni. De vannak nagyon szép, nagyon kellemes helyek, vagy, vagy tudatállapotok. Hát aki a Végső Valóság című könyvet olvasta, az egészen biztosan tisztában van vele, hogy jelen állapota szerint hova fog tudni behangolódni és milyen állapotokat talál a fizikai test halála után, aki pedig nem olvasta, azt gondolom, hogy ezután majd megismerkedik vele. Ez nem más, mint az univerzumnak a működési elve, és az összes szabálya és törvénye. E rendkívüli mértékben meg könnyíti a tájékozódást az összes vallás és tudomány között. Tehát ez a könyvnek az első része a materialista oldalról építi fel a dolgokat, a második része pedig az ezotérikus és vallási oldalról tökéletesen összekapcsolja a kettőt. Tehát a tudomány és, és az ezotéria az egy szervesen összekapcsolódó valami, és nekünk ez a tudás most a kezünkben van. Az eredményei is megvannak már. Tehát azért mondom, hogy kutatók összedugták a fejüket, és már vannak nagyon komoly eredmények. De, mint említettem, az aggodalom nagyobb, mint az öröm ezzel kapcsolatban. Volt már korábban is olyan eredmény, a horvát testvérek elkészítették 1978-ban a vízzel hajtott autót. Bemutatták média, nagy csindaratta minden. Az első modell 178 lóerős volt, és fél liter vizet fogyasztott százon aztán horvátékat lefizették 20 évre, hatalmas pénzt kaptak azért, hogy 20 évig csendben legyenek. Aztán eltelt 19 év, az egyik képviselő kiutazott, hogy beszéljen vele, hogy hát ugye energia, meg lehet -e az országot segíteni, meg milyen lehetőségek vannak, és azt mondta, hogy hát egyelőre még nem szólhat egy szót sem, mert nem járt le még a 20 év, amire megkötötte a szerződést. Azt de nyugi, mert ez alatt a 19 év alatt nem a babérjain ült, van annál sokkal jobb azóta. Csak hogy a sokkal jobb nem került elő soha, ugyanis Horváth István kiesett egy szállodának az egyik magas emeletéről, és három nappal később a testvérét elgázolta egy autó véletlenül. Természetesen. Hogy működik ez az, ez az univerzum? Nagyon egyszerű. Ha kigondolok valamit, azt az aurában hozom létre. Kigondolom azt, hogy valakit pofonvágok és azután letranszformálom a fizikai síkra, Sajoga, a tenyerem, az illetőnek sajog az arca, és akkor azt mondom, hogy na most jó, megmutattam neki, igaz? És akkor, akkor részemről ez úgy rendben van. Csak egy kicsi problémáról feledkeztem meg. A pofon ebből a két részből áll. Az egyiknek az arca sajoga, a másiknak a tenyere, és ezt a két részt nem lehet külön választani. Ez összetartozik, igaz? Hát, hogyha megállítom a tenyeremet egy milliméterrel, hamarabb nem pofon. Na, de hogyha ez összetartozik, én nem egy fél pofont gondoltam ki a saját aurámban, hanem az egészet. És megtapasztaltam ennek az egésznek azt a felét, hogy sajoga tenyerem. De hozzá van kötve a másik része. És azt én magamban hordozom. És addig hordozom magamban, amíg anyagi valóságá válik, ami gyakorlatban azt jelenti, hogy kapok egy pofont. Tehát, amikor valaki kap egy pofont, semmi másról nincs szó, mint az, hogy megérkezett a másik fel annak, amit elindított. Ezt hívják a sors törvényének, vagy a karma törvényének keleten. Nincs kibúvó alóla. És mire jó az egész? Nem büntetés? Hát nyilván nem büntetés, ez csak tanítás. Mit tanulok meg? Pofoszkodni nem jó. Ugye? Lassan tanulok? Akkor visszaadom. Akkor megint kapok egyet, megint visszaadom, megint kapok egyet. Ha lassan tanulok, ha gyorsan tanulok, kaptam egy pofot, azt mondtam, hogy bocsánat. Itt akkor álljunk meg, hagyjuk abba a pofoszkodást. Ugye? Persze ennek a másik oldala az, hogy minden pozitív cselekedet, minden olyan, amivel az embertársunk mellé állunk, amivel segítjük, bátorítjuk, simogatjuk, dédelgetjük, eh, szeretjük, eh, az mind-mind visszatér pozitív eh, élmények és, és következmények formájában megint csak nagyon bölcs az univerzum, hiszen az ember akár mit csinál, fejlődik. Tehát vagy úgy fejlődik, hogy pofoszkodik, és akkor szenved, és abból jön rá, vagy úgy fejlődik, hogy egyre többet segít, egyre többet ad, és egyre több lehetőség nyílik számára is, és úgy jön rá, hogy hát ez a helyes út. Tehát mindenképpen rátalálunk arra a helyes útra, hogy egyikünk a másikat ne bántsa. Na most ezt az információt, hogyha sikerül elültetni a nemzetben, akkor ez a nemzeti felemelkedésnek a kulcsa. Nem több és nem kevesebb. Ha ezt megértjük, ha megértjük, akkor nem megyünk fejjel a falnak. Ha megértjük azt, hogy nem tudunk a másiktól elvenni valamit úgy, hogy tőlünk is azt nevennék el, akkor nem megyünk fejjel a falnak. Hát mi történik majd egy gazdasági válság? Miről szól a gazdasági válság? Mi a pénz? Munkás az agyagból készít egy téglát, befektet egy kis munkát, gondolatot, erőt, energiát, és ezt ki lehet fejezni pénzbe. A tégla többet ér, mint az agyak. Jön a másik, a téglából házat épít. A ház több, mint az agy a tégla, és több, mint az agyag. ugye? Több értéket képvisel. És akkor ezt a házat eladják pénzért. Mennyi pénzért? Több. Többért. többért. De mi a probléma? A probléma az, hogy azért, mert többért adják el, nem kerül bele több munka. Ugye? És soha nem fog belekerülni több munka, ha csak nincs felújítás vagy ilyesmi. Tehát nem kerül bele, a téglába nem kerül bele több munka, a házba nem kerül bele több munka. Tehát arról szól, ugye úgy szeretnék élni, hogy az nekem jó legyen gondolkodásmód alapján, arról szól a történet, hogy aki megtermeli, annak kevesebbet adok, és a többiektől többet kérek, mint amennyit ér. Tehát elvonom másoktól a megtermelt értéket és erről szól minden bank, erről szól minden biztosító. Nem beszélve arról, az apróságról, hogy a pénz az úgy készül, hogy papír, színes papírt nyomtatnak. Ugye? Nincsen semmi fedezete már. Tehát adnak neked egy színes papírt, te azért dolgozol, plusz még valamennyi kamatot is kell rá, tehát még azért pluszba dolgozol. Igaz? Na, most ennek a kizsákmányolási rendszernek az eredménye az, hogy a föld 10 lakosságának a 10%-a birtokolja a földi ö, vagyontárgyaknak és értékeknek a 90%-át, és azért gyorsan ki lehet számolni, hogy nem ők termelték meg. Hogyha elvonunk valakitől, akkor a végén ugye mi van? Félünk tőle, mert tudjuk jól, hogy elvettük. A félelem mit, mit eredményez? Fegyvert, mert meg kell védjük magunkat. A fegyver mit eredményez? egy csomó gyilkosságot, egy csomó negatív dolgot, amiből mind nehezebb és nehezebb sorsunk lesz. No, végső valóságról egyelőre ennyit. Nézzük meg egy kicsit tovább, hogy ha gondolatnak ilyen hatalmas ereje van, milyen módon hat ez a környezetünkben lévő anyagra, többek között a vízre. A Masaru Emoto Japán kutató a Víz üzenetei című könyvében nagyon jól bemutatja, hogy a gondolataink és a kimondott szavaink hatnak a vízre. Itt van egy vízminta, úgy végezték a kísérletet, hogy, hogy, vettek egy vízmintát, lefagyasztották, megnézték mikroszkóp alatt. De előtte mondtak neki valamit, mármint a víznek. Ennek azt mondták, hogy hány ingert kapok tőled, megöllek. És ilyen lett. Ilyen támadó, védekező ember alak is kivehető belőle, nagyon érdekes. Aztán a következő vízmintának azt mondták, hogy szeretet. És ilyen lett. Másképpen kristályosodott ki víztározónak a vízéből vett minta annak a természetes állapotában, aztán megkértek egy szerzetest, hogy lenne szíves imádkozni a víz vízminta jelenlétében, és újra lefagyasztottak egy cseppet, és megint megnézték, ugyanabból a vízből az imádság hatására ez lett. Kicsi különbség. Igen, nem csak hogy a víz, ugye benne van minden szerves anyagban. Ezt rizssel végezték ezt a kísérletet, az egyikre ráírták, hogy szeretlek, és a másikra ráírták, hogy te hülye. És szitták mind a bokrot, és rögtön látja mindenki ránézésre is, hogy melyik a hülye. Ugye? Én is elvégeztem a kísérletet, három hónap után mind a két üveg rizs hófehér volt. Feleségem megnézte, aztán még a rizs is tudja, hogy nem haragszol. Nem sikerült átadni azt az érzelmet, azt a, azt a haragot, nem sikerült átadni. Igen, nem, csak hogy gondolkozzunk egy kicsit. Az emberi testnek mekkora része víz? Legalább 70 százaléka. Az azt jelenti, hogy amikor azt gondolom, hogy dögölje meg a szomszéd tehene, kire fogok először hatni? Maga. Saját magamra. Pontosan saját magamra. Tehát ezt én nem tudom kikerülni. Mindegy, hogy jót vagy rosszat gondolok magamról vagy másról, nem tudom kikerülni. Tehát saját magunkat egyetlen gondolatunktól sem kímélhetjük meg. Ezt nem lehet. Mekkora ereje van a gondolatnak? Hatalmas. Egy bolygót át lehet vele alakítani, sőt, ugye, hát gondolkozunk azon, hogy lehetne a marsot belépesíteni. Ugye? Arról szól a történet, hogy hogy lehet oda mohákat, zúzmókat, meg egyebeket vinni, hogy légkört alkossunk, és így tovább. Tehát e, csillagmérnöki tevékenységre alkalmas a gondolat ereje, és mi ezt hogy használjuk mások ellen nagyon sokszor, és ezzel együtt saját magunk ellen. Vagy kivételes esetben csak úgy saját magunk ellen tisztán. Ugye? Itt van néhány kép arról, hogy az aura, az energiarendszer, ez nem csak egy köd. Ennek nagyon pontos, jól meghatározott központjai, alközpontjai vannak. Ezeknek, ezeket csakráknak hívják keleten. Állítólag azt mondják, hogy a magyar nyelv őriz olyan mi miszerint a valamikori táltosaink almáknak hívták ezeket a, ezeket a, központokat, hát erre bizonyíték nincsen. Minden esetre mindeniknek megvan a szerepe az aurán belül. A gyökér csakra a központ az az erő, amit az úrtól, a teremtőtől kaptál, ezt talán uradalmának nevezik. Ennek a színe vörös, és a célja az, hogy gyökeret akarunk kereszteni vele a fizikai világban. Tehát ezt, ezt irányítja ez az energiaközpont, gyökeret ereszteni. Enni kell, inni kell, ruha kell, fedél kell a fejünk fölé. Elsősorban. Amíg ez nincs, addig nincs anyagi lét. Amíg nincs anyagi lét, addig nem is beszélhetünk a többiről. Tehát ez, mondom ennek, hogyha tisztánlátó szemben nézzük, akkor a színe vörös, aztán, amikor már van mit enni, van mit inni, akkor az, esze, az embernek biztos eszébe jut, hogy jó lenne egy kis szex, és megjelenik a következő energiaközpontnak, a szakrális csakrának az aktivitása, amit talán úgy hívtak, hogy lakodalma, és ez, ez, ugye ez már a szeretetnek egy magasabb szintjét képviseli. A vörös az az abszolút önzés, tehát mint a csecsemő. Neki kell és kész, és ha nem kap, akkor ordít. Ha felnőtt gondolkodik ilyen szinten, akkor elveszi a másiktól, vagy megöli a másikat, és úgyis elveszi tőle. A szexualitás szintjénál megjelenik a szeretetnek, egy másik ember iránt kinyilvánított formája, és ez már ilyen szempontból sokkal magasabb lelki szint, mint csak a sima önzés. Ugye az, mikor már ez is megvan, akkor jut eszébe az embernek, hogy hát ez nem elég az élethez, ez kevés. Hát eszünk, iszunk, és, és szex, és akkor ennyi az egész? Hát ezt nem, 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 hát én szórakozni szeretnék. Ugye én többet szeretnék kivenni az életből, nekem többre van szükségem. Pedig nincs, igazán szükség nincs. De akkor jön az ugye, hogy több ruha, több élelem, nagyobb utazások, kábítószer, alkohol, színház, mélybúvárkodás, kinek mi jut eszébe, mit, mit, tekint szórakozásnak. De a lényeg az, hogy én szórakozni szeretnék, vígan szeretnék élni. Na, itt már esetleg el lehet jutni, ennek a színe ilyen napsárga, itt el lehet jutni esetleg egy ilyen cserekereskedelem állapotáig, hogy jó, ennyibe kerül az én szórakozásom, hajlandó vagyok megfizetni. Azután, ugye ez a három szint, ami az embernek az alacsonyabb rendű énje, az úgynevezett fél elem, ez arról szól, hogy én, én kapni akarok. És nem történnek csodák, amíg ez a három szint irányítja az embereket. Csodák akkor történnek, amikor bekapcsolódik a szív, a szívközpont. A neve talán az lehetett, hogy fogadalma. Be is fogad, és tovább is ad. Ugye a vért is befogadja a szív, mit csinál vele? Nem tartja meg, hanem valami pluszt hozzáad, és úgy küldi tovább. Tehát akinek a szívközpontja működik, az azt mondja, hogy reggel, amikor felébred, hogy na, mivel is tudnám én ezt a világot valamivel jobbá tenni? Mit tudnék hozzáadni? Mit, kinek, mivel tudnék segíteni? Mivel, mit tudnék adni úgy, hogy nem kérek érte ellenszolgáltatást? És amikor az ember nem kér érte ellenszolgáltatást, akkor történnek a csodák. Mert akkor a többszöröse térül meg, vagy pedig olyan formában is akkor térül meg a segítség, amikor éppen a legnagyobb szükség van rá? Kiszámítani se lehet. Csalni nem lehet. Pontosan tudom, hogy, hogy cselekkereskedelem vagy önzetlenül adtam. Pontosan, egész nyilván tudom. Igaz, mindenki tudja. Mikor ad az ember szívből? Akkor szívvel, jó szívvel, szívesen benne van a nyelvben. Svédül erre nincsen szó. Nincsen szó. De olyan is a társadalom, hogy a fiú az apjának füvet nyírni pénzért segít. Nem vicc. Nem vicc. 13 évig ott éltem. Elképesztő. A bulira mindenki viszi a saját piáját. Igen. És azt viszta. Olyan nincs, hogy elmész és megkínálnak. Nincs. De nincs az a szó, hogy szívesen. Hiányzik a nyelvből. Nincs a nyelvben állandóan kapcsolatban vagyunk ezzel a bizonyos magasabb vagy központi forrással. Akkor is, ha nem tudjuk. Amikor azt mondom, hogy magam, akkor magamról beszélek, már benne van a mag. Ugye? Amikor azt mondom, hogy segíts ég. Segíts ég. Az ég az, az nem főnév, hanem ige, az égés. A fénynek a forrása. Help, hilfe, ajuto. A többi nyelven ez nem fejezi ki, hogy nekem onnan kell a segítség a forrásból. Lélek jelen lét. A léleknek olyan állapota, amikor, vagy a létnek olyan állapota, amikor az emberi lélek rá van hangolódva a jelre, ami a felső irányítással működöm abban a pillanatban, amikor olyan helyzetbe kerülök, hogy földi észre reflexekkel nem tudom megoldani. Akkor kell a jel. Jön az Isten irányítás. Tehát mi kapcsolatban vagyunk egyfolytában, akár tudunk róla, akár nem tudunk róla, és ez adja meg a lehetőségét is annak, hogy pillanatok alatt megértjük, hogy ez az egész hogy működik. Ugyanezt, hogyha elmondom és elmagyaráztam, és Fédül is elmagyaráztam, csak ült a társaság így bambán, és nézett, és a vége az volt az, hogy a... na és akkor ez azt jelenti, hogy legyünk egy kicsit jobb emberek. Mondom, azt is jelenti, természetesen, mondom, ez legalább jó, hogy átment, mondom, de sokkal többről van szó. Mondom, hatalmas lehetőségről van szó. Mondom, egyrészt a kutatás területén, nem utolsó sorban. Tehát, hogyha az amerikai úgy bányásza az aranyat, hogy elhordja a hegyet, mert hatalmas energiát fektet be, átszitálja, megdarálja, átszitálja, és azt mondja, hogy itt az arany, ugye? Mi be tudunk, azt mondjuk, hogy ott az arany, hogyha itt fúrunk be, ott fúrunk be, akkor pontosan ki tudjuk venni. Ugye? Nagy különbség. Azután következik a torok, a kommunikációnak a központja, a riadalma, mindenki tudja, aki diákcsínyt követett el, és közel járt ahhoz, hogy elkapják, hogy nagyon is tud az embernek a torkába dobogni a szíve, ugye? De persze a riadalomra is csak akkor van ok, hogyha a szeretet nincs bekapcsolva, hogyha be van kapcsolva, akkor ez már a kommunikációnak egy eszköze lesz, és az már kommunikálja azt, amit a szív mond. Azután itt van a hatodik, a tisztánlátásnak a szerve, a harmadik szem, a hatalma, a hatodik alma. Kinek van hatalma? Kérdezem, hogy kinek van hatalmája? Hát akinek működik mind a hat, ugye? Akinek nem működik a szív, az csak úgy tesz, mintha hatalmája lenne. Tehát hatalmáskodik, vagy, hat, vagy, vagy hatalmaskodik, pontosan hatalmaskodik, ugye? És az a hatalom, az mindig, mindig bukásra van ítélve. És ezt végignéztük a történelem folyamán. Érdekes, hogy mi nehezen tanulunk belőle. Mindig újra és újra vannak, akik megpróbálják. És aztán ott van természetesen a e, kozmikus tudatosság, a Krisztus tudat, e, vagy a korona csakra, az úralma, de ehhez eljutni egyetlen egy út van. A szíven keresztül. Nincs más út, csak a szeretet útja. Nem lehet odajutni elméletileg, semmiféle gyakorlattal, csak a szeretettel. És aztán itt van ugye, hogy az embert a félelem irányítja, miközben törekszik az egészségre. Csak hogy amíg a fél elem működik, és a szív nem, addig egészségről szó sem lehet. És érdekes módon azért nyomon lehet követni nagyvonalakban azt is, hogy ki milyen színhez vonzódik, vagy milyen színt tűz a zászlójára. Nem véletlen, ugye, hogy a vöröshöz kapcsolódik a vörös kommunista Kína, vörös Szovjetunió, vörös hadsereg, vörös kmerek és a többi. Tehát ez a, ez a túlélés politikája elveszem, mert muszáj. Ugye hát Kínában is mit csináltak volna, haltak éhen, tehát ott, ott mese nem volt. Ott. Persze, hogy vörös. Na, amikor már fejlődik egy kicsit a társadalom, magasabb szinteket ér el, akkor már kezdenek ráhangolódni a magasabb frekvenciájú színekre. Az irány az egyértelmű és adott. A kérdés csak az, ugye, hogy mikor jutunk oda a lelki fejlődésben, hogy magasabb szintre emelkedjünk, hogy ne a félelem irányítsa a cselekedeteinket, hanem az embertársaink iránt érzett szeretet és segítőkészség. És akkor történnek a csodák. Ahhoz, hogy hosszú távú egészséget, harmóniát, bőséget, boldogságot elérjük, ahhoz kellene egy másik fajta Motiváló alapgondolat. Tehát azon túl, hogy úgy szeretnék élni, hogy az nekem jó legyen, azt, azt el kéne fogadni, hogy nem vezet jó irányba. Tehát nem elég. Az, hogy nekem jó legyen, az nem elég, mert hogyha csak azzal foglalkozom és csak azzal törődöm, hogy nekem jó legyen, akkor el fogom én venni a többiektől a javaikat, ki fogom őket használni, tehát nekik nem lesz jó, utána persze nekem se lesz. Úgy kellene élni, hogy az mindenkinek jó legyen. És ehhez mondjuk a tudatos gondolataink jó hozzá tudnak járulni, de ott vannak a tudatalattiban futó programok. És a tudatalattiban futó programok, hát azok, azok programok, azok vég, végzik a dolgukat. Hogy kerül be a tudatalattiban egy program? Olyan ez a program, mint a robotpilóta repülőgépen. De van programozva, hogy bizonyos feltételek mellett neki mit kell csinálni. Tudatalattiban hogy kerül be a program? Ismétlés és gyakorlat által. Ha tanulunk autót vezetni, az a legjobb példa. Először beül az ember az autóba, és rengeteg a pedál, a kapcsolókar, más járművek, gyalogosok, lámpák, táblák. Az ember olyankor mi van, mit csinál? Nagyon jelen van, ugye? Nagyon rajta van a jelen, nagyon ott van. És hozzákezd, és gyakorol, és gyakorol, és gyakorol. És eltelik bizonyos idő, és automatikussá válik a sebességváltás, a fékezés, a gázadás. Azután belefér a szendvicsevés, a kávézás, cigarettázás, telefonálás, szemfestés. Ugye? Mi minden belefér az autóvezetésbe? Hegyes ceruzával szemet festeni tükörbe, miközben az ember megy 70-80-nal vagy gyorsabban. Ki vezeti az autót? A robotpilóta. Pontosan, a robotpilóta. Minek alapján vezeti? Annak alapján, amit begyakorolt. És arra a helyzetekre van be beprogramozva, amit begyakorolt. Autópályán a legérdekesebb, amikor 50 kilométert lehet úgy autózni, hogy az ember nem látott se utat, se autót, se táblát, se semmit, el volt merülve, nézte a saját belső moziát. Ugye? Ott se volt. Na, ez a robotpilóta, ez nevelésből részben, nevelés következtében kerül be. Miket mondanak a szülők a gyermeknek? Kislányom, nem állsz a székre, mert leesel, nem állsz a diványra, mert leesel, nem menj a lépcsőhöz, mert leesel. Ezt feleségem rendszeresen mondta a gyermeknek, addig, ameddig két éves korára a gyermek a nagy szoba közepén, a, a nagyszőnyek közepén álló helyébe teljesen magától el tudott már esni. Mert ez a program, hogy tök mindegy, hogy mit csinálsz, elesel. Ugye? Ez beül. Na, akkor kérdezte a feleségem, hogy akkor most mit csináljunk. Hát mondtam, én figyelmeztettelek, hogy ez nem jó program lesz. Mondom, akkor át kéne állítani. Hogy? Hát mondom, ne azt mondjuk, amitől félünk, tehát ne a fél elem vezessen, hanem a szeretet. Azt mondjuk, amit szeretnénk. Ha hát mit szeretnénk? Mondom, azt szeretnénk, hogy ügyesen felkapaszkodsz a székre, és megtartod az egyensúlyodat. Ügyesen mész le a lépcsőn, és megtartod az egyensúlyodat. Ezt mondogattuk neki egy fél évig, semmi probléma nem volt, felállt a székre, leugrott, látod, apa, megtartottam az egyensúlyomat. Öt éves volt, amikor kimentünk egy tópartra, és ott szaladgált egy, egy négy éves kisfiúval, és egyszer csak hallom a lányomat, hogy tanítja a fiúcskát, aztán, ha a tested készül elesni, mondjad neki, hogy megtartom az egyensúlyomat. És ez nagyon komoly dolog, nem mindegy, hogy milyen programot adunk a gyermeknek, mit adunk a gyermeknek. Mire tanítjuk a gyermeket? Nincs pénz. A pénz piszkos, ott kezdődik. A pénz piszkos, ne tedd a szádba. Mindenki összefogdosa, tele van pacilussal. Kákás. Né? Ugye? Mit csinál a gyermek? Hát sokszor elmondjuk neki, mert mindent a szájába tesz. De a pénzre nagyon sokszor elmondjuk neki, a gyermek megtanulja és tudatalatti programmá válik, hogy a pénz olyan dolog, amitől a legjobb, hogyha távol tartom magam. Egy életre sikerül. Minden tudatos gondolat, célkitűzés, ami arra vonatkozik, hogy a pénzt megszerezzem és, és sikerrel jár, találkozni fog egy olyan tudatalattiba futó programmal, ami majd elintézi, hogy én azt úgy fektessem be, hogy elveszítsem, olyan valakinek adjam kölcsön, aki nem adja vissza, elveszítsem, eljátszam, valamit csináljak vele és megszabaduljak tőle. A tudatalatti program sokkal erősebb és sokkal kitartóbb. Ha valamire szeretnénk gondolni, stopper órával a kézben úgy, hogy csak egy valamire gondolunk és semmi másra, meglepő eredmény. Tudatos gondolat, szándékos, koncentrált gondolat 4-5 másodpercig sikerül. 4-5 másodperc. A tudattalatti lévő program meg folyamatosan fut 24 órából 24. Amikor találkozik egy ilyen van pénz, meg kell szabadulni tőle. Már intézkedik is. Aztán ott vannak még a reklámok, amelyek nagyon jól tudnak hatni a tudatalattira, és ezt tudják a reklámszakemberek. Itt van ez Budapesten fényképeztem az egyik plázában. Volt vagy 15 ilyen kiszolgáló egység, csibefalat, kínai, táj, görög, magyar, minden, amit el lehet képzelni, egyetlen egy helyen állnak sorba az emberek. Miért? Három lehetőség, ugye? Vagy ott a legolcsóbb az étel. Nem úgy néz ki. Vagy ott a legfinomabb az étel. Vagy szeretünk sorba állni. Vagy marad a negyedik a reklám kikapcsolja a tudatos gondolkodást. És az ember azt mondja, éhes vagyok, hova megyünk a mekibe? Nem gondolkodik. A program beindul, és már megy is az ember a mekibe. És ott áll sorba azért a szemét kajáért. A gyermekkortól oda hogy szokja meg, megszokja, oda fog menni. Mindegy, mit adnak, mindegy, mennyiért, oda megy. Tehát kikapcsolja a gondolkodást. Most, amit a reklámszakemberek tudnak, azt nagyon jól tudják a politikusok is. Pontosan tudják. Teljesen mindegy, hogy valami igaz vagy nem igaz. Ha elég sokszor mondjuk el, bemegy a tudatalattiba, mert a tudatalatti nincs szűrő. Ha bement a tudatalattiba, akkor egy program már más néven hitté válik. Az ember elhiszi. Akkor is, ha mást lát. Mert a program azt mondja. Elhiszi. Ezt nagyon jól tudják. Alkalmazzák is tökéletesen. A kérdés az, hogy milyen módon tudjuk magunkat mentesíteni ezektől a programoktól. Itt van még néhány jópofa program. program. programnak mi a titka? Mitől válik valami programmá, vagy programozhatóvá? Kijelentő mód jelen idő. Csak azt fogadja el a tudatalatti utasításnak. Kijelentő mód jelen idő. Az, hogy lesz, vagy az, hogy volt, az, ami nem tud mit kezdeni. Az, az értéktelen számára. Az, hogy van. Itt és most. Ez van. Kijelentő mód jelen idő. Az programál válik, hogyha sokszor olvassa el az ember, ugye becsületes dohányos egy ilyen cigarettás dobozról, ugye húszszor előveszi, húszszor el is olvassa, mi van ráírva. Ugye sokat beszélnek a, a megelőzésről, azt mondják, hogy volt egy ilyen eset, hogy bement a dohányos, kért egy csomag cigarettát, rá volt írva ez a szép szöveg. Egykedően zsebre rakta, másnap is bement, megnézi, a dohányzás halálos tüdőérlelkot okoz, egykedően zsebre rakja, bemegy, harmadnap kap egy csomaggal, megnézi, Szóval a dohányzás impotenciát okoz. Azt mondja, elnézést, tessék, azt kaphatnék esetleg abból a rákosból. <laughs> Na most ugye a dohányzással együtt ez a program tökéletes kombináció. A gyógyszeripar hatalmasat keres rajta. Statisztikák igazolják különben. Persze nem ez az egy lehetőségünk van, dohányosok számára itt van a szabadon választott gyakorlat a dohányzás lassú és fájdalmas halálhoz vezet, tehát a lényeget figyeljük, egy kijelentő mód jelen idő, legyen lassú, legyen fájdalmas és vezessen halálhoz. Ezen belül bárki választhat, amit szeretne, ugye? Na most ezek a programok, ezek beülnek a tudatalattiba, és azzal a hatalmas erővel végrehajtják magukat. Tehát, hogyha már valakinek annyi értelme van, hogy a saját pénzért saját magát mérgezi, legalább ezeket a feliratokat le kéne takarni. Ez a minimum. Na, és akkor nézzük, hogy hogy lehet ebből kimászni. Hogy kerül be a program? Ismétlés által. Hogy lehet, lehet-e tudni, hogy mi van a tudat alattiba? Hát dehogy lehet. Hát azért tudat Hát nem tudjuk, mi van ott. Elő lehet -e bányászni? Nagy nehezen elő lehet bányászni, jó pszichológus egy-két év alatt egy-két ilyen programot elő tud esetleg bányászni, de akkor csak annyit értünk el, hogy tudjuk a számítógépen futó vírusnak a nevét. Az nem segít. Tehát tudjuk, hogy milyen program van, de attól az még ott van. Hogy került be ismétlés által? Hogy lehetne felülírni? Hogy lehetne új programot bevinni, ami a régit felülírja? Azt mondom, nem törődöm, mi van a régivel, vagy hogy milyen azt tudom, hogy az életemben valamilyen terület nem működik jól, ugye? Tehát alakítani kellene rajta, felül kellene írni a régit. Hogy? Ugyanúgy, ahogy az eredeti bekerült. Ismétlés által, kijelentő mód jelen időben ismételni, hallgatni, minthogyha a szülőnek a nevelése volna, csak ezúttal a pozitív irányba. Olyan dolgokat, amelyek az életet jobbá teszik, amelyek a tudatalatti programot Olyanná teszik, ami összhangban van az univerzumnak a működésével. Itt van a legnagyobb gond, hogy ha nincs összhangban az én programom az univerzum működésével, akkor mindig neki megyek a falnak. Ha összhangban van az univerzumnak a működésével, akkor nagyon szépen lehet irányítani az életet. És ahhoz mi kell? Volt, aki ránézett, azt mondta, lehet, hogy ebből csak az egyikkel nekem és a többivel nem foglalkozom, csak az egyiket fogom hallgatni. Melyiket? Azt mondja, a bőséget. Hát mondom, persze, lehet, mondom, csak egy valamit ne felejts el, amikor építesz egy házat, akkor körbe alá szoktad alapozni, minden fal alá, ugye? Nem csak a bejárati ajtó alá teszel alapot, mert aztán belépsz a házba, és hogyha csak a bejárat alatt van alap, akkor a ház előbb-utóbb a fejedre omlik. Tehát jó, hogyha az alapot lerakod. Azután bármit ráépíthetsz, ha van egy jó alapot, bármit rá lehet építeni. Arra már nagyon jó az agykontroll például de ha nincs alap, az agykontrollosok is itt szaladnak bele a zsákutcába, nincs meg a tudatalattiba az alap, a tudatalatti ugye rossz programok szerint fut, és megpróbálnak rátenni valami pozitívat, és nem mindig működik. És csodálkoznak rajta, hogy de miért nem? Hát azért nem. Mert alap kell hozzá mindenhez. És akkor nézzük meg, hogy hogy tudunk mi összhangba kerülni tudatalatti szinten az univerzummal, hogyha beprogramozzuk azokat a gondolatokat, amelyek az egységtudatra vonatkoznak. Tehát itt mindenkinek az aurája, az energiateste a többi emberével összeér. Ami elválaszt, egyik ember, elválaszt az egyik embert a másiktól, az ugyanakkor össze is köti. És ez egy egységes élet, egy nagy energiatenger, aminek a részei vagyunk. Nyilván, hogyha mi ennek a részei vagyunk, már ott kezdődik, hogy akkor, és mi intelligensek, értelmesek vagyunk, akkor maga az egész univerzum nem lehet intelligencia és értelem nélkül való. Tehát, hogyha másképp nem, ezen az úton is meg lehet közelíteni azt, hogy igenis létezik az univerzumnak a maga intelligenciája, jóval magasabb szintű, mint amivel mi itt földi síkon kapcsolatba tudunk kerülni. De ha egységes élet van, akkor nekem nem úgy kellene élni, hogy a másik ellen, a testvérem ellen, hanem úgy, hogy vele kézen fogva. Nekem nem helyet kell lőni magamnak a társadalomba, hanem együtt dolgozni a többiekkel azért, hogy valami szépet, valami jót kihozzunk. Tehát ezt a bizonyos paradicsomot, azt itt kell megteremteni a Földön. Nem vágyni arra, hogy majd valamikor lesz. Nem lesz. Ha itt nem teremtem meg, akkor máshol se lesz. Mert behangolódok egy olyan asztrális síkra, ahol aztán minden van, csak paradicsom nincs. Nem lesz egy kellemes hely. Itt meg kell teremteni. Ha itt meg tudom teremteni, azt jelenti, hogy bennem megvan. Ha bennem megvan, olyan helyre hangolódom be, olyan szintre hangolódom be, ahol a környezetemben is ki tudom azt vetíteni, akkor van. Ha nem, akkor nincs. Azután ott van a szeretetnek a legnagyobb akadálya a megbocsátásra való képtelenség. Ezzel külön kellene foglalkozni mindenkinek. Amikor fejlődünk, hogy fejlődünk? Tapasztalatokat szerzünk, a tapasztalatokból levonjuk a következtetéseket. És amikor ott állít az élet egy bizonyos helyzet elé, ami megoldásra vár, akkor az összegyűjtött tapasztalatokból, a tudásunkból, az emlékeinkből összesűrítve eldöntjük azt, hogy ebben a helyzetben mit volna a legjobb tenni. Melyik volna a leghelyesebb hozzáállás vagy, vagy cselekedet. A legjobb tudás szerint, ugye? Hát mindenki a legjobb tudása szerint adott helyzetben azt teszi, amit a legjobbnak tart akkor. Erről persze később ki fog derülni, hogy nem ez volt a legjobb. Vagy lehetett volna jobb. De ez mikor derül ki? amikor már ennek a következménye megvan, a tapasztalata megvan. Semmi értelme saját magunkat okolni bármiért, amit tettünk korábban. Akkor azok között a körülmények között, azon a gondolkodási szinten, azon az érzelmi szinten arra voltunk képesek, nem tudtunk volna jobbat tenni. Fogadjuk el, hogy ez így rendben van. Legközelebb azzal a tapasztalattal együtt már másképpen fogunk dönteni. Tehát az, hogyha valaki eltévesztett valamit, és azután saját magát ostorozza, okolja, jaj, de buta voltam, jaj, de ügyetlen voltam, jaj, de szerencsétlen, mit tudom én, mi voltam, és ezzel eteti és táplálja saját energiarendszerét, és azon keresztül a fizikai testét, teljesen elzárja a szeretetnek az útját ezzel. És a másik dolog az, hogy de másoknak is jó lenne megbocsájtani, nem csak saját magamnak. Miért? amit valaki más elkövetett velem szemben, az mi volt? Az, amit én új, útra indítottam. Tehát, hogyha kellemetlen volt, az valami olyasmi volt, ami visszatért, amit én elindítottam. Tehát lehet, hogy valaki mástól jött, de én indítottam el. Tehát akkor a másiknak is jó lenne megbocsájtani, hiszen csak beteljesítette a törvényt, segített nekem tanulni. És, és hogyha neki is meg tudok bocsájtani, akkor leteszem ezeket a terheket, amit nagyon sok ember cipelt. Hogy tudok én szeretni, ha nem tudok megbocsájtani? Sehogy. És hogy lehet megbocsájtani? Az ember visszapörgeti az eseményt, és rájön arra, hogy végül is nincsennek olyan nagy jelentősége, és mintha nem is történt volna meg, úgy valahogy úgy, úgy maga mögött hagyja, hogy nem is gondol rá. Aki nem tud megbocsájtani, az húsz év múlva is előráncigálja azokat az okokat, amiért nem tud megbocsájtani. És azok ott vannak végig vele, és zavarják. Tehát ebben nagyon nagy segítség a tudatalattiba beültetett program. Aztán az elfogadás, ugye, az megint csak önmagunknak az elfogadása. Hányan nem tudjuk elfogadni önmagunkat? Éppen a tegnap volt nálam egy hölgy. Aztán nem tudom elfogadni önmagamat. Mondom neki, mondom, hát ami van, az van, igaz? És hát, igaz. De mondom, azzal ellentétbe kerülni, ami, ami már úgyis van, mondom, az, az nem segít semmit. Ami van, azt az legjobb dolog elfogadni. Mert már úgy is van. Az, hogy mi lesz később, és mit fogok létrehozni, és mit fogok teremteni, azon lehet változtatni, de ami van, azt nem elfogadni, az csak egy belső konfliktus. Miért, miért hordozom én magamba ezt a belső konfliktust? Ami van, az van, elfogadom. Akkor tudok tovább lépni, ha elfogadom. Ha én valamilyen szeretnék lenni, de nem olyan vagyok, és nem onnan indulok, ahol vagyok, akkor nem tudok soha odaérni. Abból kell kiindulni, ami van. Ezt én hoztam létre. Ez van. Tudok létrehozni szebbet, jobbat? Persze, hogy? Lépésenként. Eleinte apró lépésenként, később lehet, hogy nagyobb lépésenként, de azokat a lépéseket kinek kell megtenni? Nekem. Tehát elfogadom saját magamat, és elfogadom azt is, hogy a másik ember ugyanazt az utat járja, amit én. A másik ember a testvérem. Ugyanazt az utat járja, ugyanazokkal a nehézségekkel küzd. Ezek a nagy tanítómesterek, akik, akik fénytestben élnek, és akik, akik időnként médiumokon keresztül kapcsolatba lépnek az emberekkel, vagy akik esetleg egy fizikai inkarnációt vállalnak, és eljönnek közénk, és átadják a tanítást, ezek is átestek minden nehézségen. Ezek is voltak rablók, voltak gyilkosok, voltak betegek, volt minden, ami, ami előfordulhat egy ember életében. Mert abból tanulja meg, hogy melyik a jó irány és azáltal válik mesterre, és azért olyan megértő, mert tudja, hogy amikor a tanítvány hozzáfordul, ugyanolyan nehézségeken keresztül megy, és keresztül fog menni, és jó, hogyha ott van mellette, és bátorítja, de nem veszi el a nehézségeket az útjából. Mert akkor nem tanulna, akkor elvenni a tanulásnak a lehetőségét is az útjából. A jóvátétel az megint egy nagy lehetőség arra, hogy lerakjuk a, a terheket, hiszen mindannyian bántottunk meg embereket. És hogyha van lehetőség arra, hogy ezt jóvá tegyük, és oda lehet menni az illetőz, és azt mondani, hogy nézd, amikor ezt elkövettem veled szembe, annyi eszem volt. Azt hittem, hogy valamiért jó lesz, sajnálom. Most már másképp látom, másképp gondolom. Kérlek, bocsáss meg, de hogy lásd, hogy nem csak üres szavak. Ha van valami az életedben, amiben segíthetek, mondd meg, és szívesen megteszem. Akkor jön szívből. A másik azonnal érezni fogja, hogy szívből jön és lekerülnek a kövek az ő válláról is, az enyémről is. Nem kell cipelni ezeket a terheket, mert amíg ezeket cipelem, amíg nincs egységtudatom, nem tudok megbocsájtani, elutasítom a másik embert, és nem teszem jóvá azt, amit elrontottam, és tudom, hogy elrontottam, addig beszélhetek én egészségről? Nem. Esély nincs az egészségre addig, ameddig ilyen gubancok vannak az energiarendszerben. És amikor az egészséghez kerülünk, akkor még nagyon fontos, hogy az ember igyekezzék egészségesnek gondolni magát, még akkor is, amikor esetleg sikerült megbetegedni. Mert azt az információt, azt az utasítást adni a testnek, hogy kaptam egy röntgenképet, ahol el van törve a csontom, és én minden nap a törött csontot látom magam előtt, az olyan mértékben késlelteti a folyamatot, hogy csak na, a gyógyulás folyamatát. Egy Photoshoppal javított röntgenképeket kéne adni minden betegnek, hogy így kell kinézni a szervnek, ezt nézd meg jól, és erre gondolj. Ezt nagyon komolyan mondom. Ugye? Mert az orvos megteszi, amit megtehet a beteg érdekében, de a beteg saját maga olyan mértékben vissza tudja húzni, vagy késleltetni tudja a saját gyógyulását, ezért nem is igaz az a kis történet, mondják, hogy a 90 éves falu a kiballagott a falu temetőjével, a falu határában, megállt a temető szélén, és így szétnézett a temető fölött, és azt mondta, hogy ez mind az én munkám. Ez persze nem igaz, mert, mert ő megtesz, amit megtehet, de nekünk is igazán meg kell tenni a magunk részét. Azután ideális társ, ott van egy apró betűs rész. Kérem szépen tessék odafigyelni, csak saját felelősségre. Vonzás törvénye alapján működik minden, az ideális társ is akinek jól működő férje, felesége, házastársi kapcsolata, párkapcsolata van, én csak javasolhatom, hogy esetleg ezt a számot a cédén át kellene ugrani, vagy úgy lemásolni, hogy ez ne legyen közte. Mert mindenkinek van egy lelkitársa, a másik fele. És amikor azzal találkozik, az egy olyan hatalmas mágneses erő, hogy nincs az a házasság, ami ezt kibírja. Hatalmas próbatétel elé állítja az embert. Most ezek e, e, után következik az, hogy sikerre programozzuk magunkat. Tehát, hogy bármihez nyúlunk az életbe, azt siker koronázza, ott eredményt tudjunk elérni. Ez megint csak egy jó tudatalatti program szükséges hozzá ami állandóan ott van a háttérben, és ez meg fogja hozni a bőséget, különösen akkor, hogyha felülírjuk azokat a programokat, hogy nincs pénz, nem engedhetjük meg magunknak, a pénzért sokat kell dolgozni, mi szegények vagyunk, és a többi, és a többi. Tehát ezek a, a negatív programok felülírásra kerülnek, és akkor megjelenik a bőség, mégpedig olyan módon, hogy nem kell félni az elveszítésétől. Tehát, hogyha én úgy élek, hogy az mindenkinek jó legyen, akkor nem szerzek ellenségeket, akkor nem a félelem fog irányítani, hanem a szeretet, és akkor a vonzás törvénye alapján szépen hozzám áramlik az a bőség is, amire az életemben akár vágyom, akár szükségem van, akár pedig csak azért, mert abból én már nagyon sok pozitív dolgot tudok létrehozni és segíteni másoknak a fejlődését. És ezek meghozzák, fokozatosan meghozzák a belső békét, a harmóniát és egy magasabb szintű bölcsességet, ahol Tisztában vagyok azzal, hogy az életemnek a földi szakasza az csak egy rövid villanás, a cselekedeteinek a következményei elkísérnek a földi élet utáni létre, a földi élet utáni létből, ebből az energiatestből megint össze tudok sűríteni és felépíteni egy fizikai testet, ugye ez az újjászületés vagy reinkarnáció, újra testetöltés, nem euh, hit hitkérdése, mindannyian átesünk ezen a folyamaton, többször újra és újra és újra. Nem is lehet egy élet alatt megtanulni annyi mindent. Hát alig tanulunk valamit. Sőt, találkoztam olyanokkal, akik úgy nézett ki, mintha semmit sem akarnának tanulni. <laughs> Semmiből. Ugye bármilyen nehézségbe belementek, és még egyszer, és még egyszer, és még egyszer, és nem, nem. Nagyon nehezen jutnak el oda, hogy más irányt kellene vált, keresni. ez a bizonyos megtérés. Nem kell hozzá pap, meg prédikátor, az ember, amikor olyan nehéz helyzetbe kerül, hogy már nem bírja elviselni a cselekedetének a következményét, akkor mit csinál? Megfordul és másik utat választ. Megtér. Elindul a szeretet felé, elindul Isten felé. Az egész életnek a célja az, hogy közelebb kerüljünk a központi forráshoz Istenhez, és minél közelebb kerülünk, annál inkább nyilvánvalóvá válik hogy az életünk egy hatalmas lehetőségeket biztosító játszótér. Bármit megtehetsz, bármit kigondolhatsz, bármit kipróbálhatsz, ha megtanultad ezt úgy csinálni, hogy a másikat ne bántsad, hanem segítsed. Ha bántod és akadályozod, akkor neked is az lesz a részed, hogy bántanak és akadályoznak. Tehát akkor, akkor akadályozod saját magadat is. Ha pedig segíted a többieket, akkor minden segítséget meg fogsz kapni. Nagyon egyszerű. Univerzum, világ egy etem. Az egy, az mindig egyszerű. Igaz? Egyszerű. Most ennek a CD-nek benne van a könyvbe, a Tudatalati Tíz a című könyvben, Az a titka, hogy sokat kell hallgatni, de gyönyörű zene van alatta, nem lehet megunni a zenét. Körülbelül hat hónap az átlag, amikor elkezdi hozni az eredményeket hat hónap után. Addig nem. Nagyon ritka esetben, hogyha kicsik az akadályok, akkor talán, de, de, egy vagy két olyan visszajelzést kaptam, hogy két hónap után már eredmény született, és egy vagy két olyan visszajelzést kaptam, hogy 12 hónap, 13 hónap után jött meg csak az eredmény. Ennek mondom az a titka, hogy, hogy sokat kell hallgatni, de nem kell rá odafigyelni. Elég, hogyha ott zümmög a háttérben. Lehet mosni, vasalni, mosogatni, főzni, beszélgetni, tévézni, olvasni, bármit lehet csinálni mellette, aludni, csak szóljon. És egy idő után megjelennek az eredmények. És a másik, ami nagyon érdekes dolog, hogy a szeretetteljes és építő jellegű tudatos gondolatok és tudatalatti programok nem csak jó életed, de nagyszerű ötleteket is biztosíthatnak. Ugye sokszor megkérdezzük valakitől, hogy képes vagy erre, képes vagy arra. Mit jelent az, hogy képes vagy? A teremtésnek a titka. Tudsz -e egy képet alkotni arról, amit szeretnél, egy belső képet, egy mentális képet. Van-e képed róla? Mert ha igen, akkor képpel rendelkezel, tehát képes vagy. Ha van egy belső képed, egy házról, akkor azt le tudod rajzolni. Ha le tudod rajzolni, meg tudod tervezni, azután meg tudod építeni. Ha nincs belső képed, akkor kép nélküli vagy, tehát képtelen. Ugye? És hogy mit jelent ez a, 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 a magyar nyelv esetében, hát itt van néhány olyan találmány, ami a Földön ezt a technikai civilizációt mozgatja és irányítja. Hát ugye a kocsi, gyufa, basic programnyel, Wolfram szálas ízó, Krypton töltésű ízó, golyostól, rubikoszka, elektronikus televíziórendszer, első telefonközpont, C-vitamin, első mozgóképes tévéközvetítés, közvetítés, ugye, a helikopter, a sugárhajtómű, és mehetünk tovább. Az ötvös inga, transformátor, hellerféle hűtőtorony, holográfia, radioaktív nyomjelzés, számítógép, Excel is volt szövegszerkesztő, meg ugye a processzorok, az atomreaktor és az áramvonalas járművek. Tehát, hogyha jól megnézzük, egyetlen egy közös vonásuk van, az, hogy igen, mindegy, szállít. Hát Najman János azt mondta, hogy ha nem magyarnak születek, akkor esetleg egy tehetséges fizikatanár lett volna belőlem ami valamelyik gimnáziumban. Gróttábornok, amikor a Manhattan projekten dolgoztak az atombomba kidolgozásán, az asztalt verte dühében, és mondta, hogy értsétek meg, hogy a tárgyalások hivatalos nyelve az angol, és nem a magyar. De nem lehet megbeszélni olyan nyelven, ahol nincsenek meg a hozzávaló szavak. Nem lehet. És ugye előbbre, ennél sokkal előbbre járunk, tehát említettem egy pár szóval ugye vízzel hajtott autót is, meg, meg olyasmit, amit nem is akarok nagyon említeni, de ez az úgynevezett szabad energiát, Jóval előbbre vagyunk. Víz tisztító berendezés, olyan van magyar találmány, hogy a szennyvízből desztillált vizet csinál, mivel? Rezgéssel. Harmadáron, mint a jelenlegi sótlanítás. Sót, sót kirázza minden kiráz belőle. Megvan. Megvan. Tehát a víz és az energia, amire szüksége van a Földnek ahhoz, hogy, hogy tovább tudjunk lépni, már megvan. És hol van? Itt van. Nem máshol. Gróf András volt az Intelnek az igazgatója. Simonyi Károly, aki most űr, űrturistáskodik, ő volt a, Microsoftnak az igazgatója. De nem véletlenül olyan egyszerű és érthető az Excel, ha valaki magyarul gondolkodik. Úgyhogy amikor megismertük az univerzumot, az egésznek a működését, amikor jók, pozitívak a tudatos gondolataink és jók a tudatalatti programjaink, kinyílik a világ. Hogy nem véletlen az, hogy az a rengeteg találmány olyan embereknek az agyában született meg, akik magyarul beszéltek. Kell hozzá a nyelv? De nekünk ez megvan. És megvan hozzá az univerzumnak a működési elve. Végső valóságot senki nem cáfolja. El lehet képzelni azt, hát mondom én csak az irodájákja voltam, hogy fizikusok, mérnökök, orvosok, pszichológusok sorra veszik, és amikor elolvassák, akkor azzal jönnek, hogy na, és akkor most vagy azt mondják, hogy végre megértettem, vagy azt, hogy hogy lehet tovább lépni. És lehet. Megjelent a Többszintű Gyógyulás című könyv, szintén CD melléklettel, ami hát mindenféle betegségből való kigyógyuláshoz segítséget tud nyújtani. És ez volna a zárószó, hogy egy, két, három, négy, öt, hat hónap munka után eljussunk oda, hogy az a belső motiváló, legerősebb hang, hogy igyekszem úgy élni, hogy az mindenkinek jó legyen, és ennek rendelem alá a cselekedeteimet, a gondolataimat, és segítem az embertársaimat, ahol tudom, amiben tudom, főleg ha kérik. Ha nem kérik, erőszakkal nem kell, de ha kérik, akkor, akkor igen. Hogy ehhez jó munkát kívánok, és kitartó munkát elsősorban. Másodszorban pedig, akivel lehet érdemes megosztani valóban a Végső Valóság című könyvet, mert, mert ez a kulcsa annak, ami, ami következik. Tehát olyan állapotba kerül a Föld, ahonnan kiútat kell majd mutatni. És a kiútat ismerjük. Reméljük, hogy hajlandók lesznek az emberek észre is venni, amit mutatunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet.